estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának március 21-i adását látják az elmúlt hét eseményeiről készített összefoglalókkal és sporthírekkel. Elsőként következzen képes tartalomjegyzékünk. Terjed a koronavírus hazánkban is. Március 16-ától elindult a tantermen kívüli digitális munkarend. Bezártak az óvodák és a bölcsöde. Felfüggesztette működését a Sárvár Aréna, a Nádasdy Kulturális Központ és a Sárvár Fürdő is. A Sárvári Önkormányzata Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársainak segítségével szervezi meg az idősek gyógyszereinek és alapélelmiszereinek hazaszállítását. A Fő utca második ütemének felújítása március 18-án aszfaltmarással kezdődött. A felújítás a Szombathelyi úti vasúti átjárótól indult a belváros irányába. A veszélyhelyzetben elmaradt március 15-én a közös ünneplés, de a Sárvári Oratórikus Kórus műsora és dr. Márti Vadar alpolgármester emlékező beszéde ünnepi díszbe öltöztette ezt a napot. A Galéria Arts és Sárvári Kortárs kiállító terében nyílt meg Vég Éva festő és zománc művész kiállítása, amely a veszélyhelyzet elmúltával is megtekinthető lesz még. Újabb döntetlent ért el a hazai pályán a Sárvár FC, amely könnyen lehet, hogy egyben a szezon utolsó találkozója is volt. A koronavírus járvány terjedése az egész életünket átalakította egy hét alatt. Március 16-ától elindult a tantermen kívüli digitális munkarend, bezártak az óvodák és a bölcsőde, felfüggesztette működését a Sárvár Aréna, a Nádasdy Kulturális Központ és a Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő is. Kondora István polgármestertől hallják az aktuális információkat. Március 11-én rendelték el hazánkban a veszélyhelyzetet a koronavírus járvány terjedése miatt. Az azóta eltelt másfél hétben szinte teljesen leállt az élet Magyarországon és itt Sárváron is. Az intézményeink azok fokozatosan, ahogy a vészhelyzet kezdett, ugye, vagy ez a veszélyhelyzet kezdett úgy kiteljesedni, először bezárt az aréna, a zeneháza, bezárt a mozi, bezárt a kávézó az arénában, és végül a kiscsoportos foglalkozásokat is megszüntettük, tehát nem működik a karate, nem működik a táncklub, nem működnek a sportegyesületeknek a bajnokságai sem, meg a gyakorló lehetőségeket is felfüggesztettük. A másik ilyen nagyon fontos az oktatási intézményrendszernek a teljes megszüntetése, itt bölcsöde, óvodák, általános iskolák, középiskolák és a művészeti iskola is távoktatás keretében végzi el azokat a feladatokat, amelyeket a legszükségesebb módon el lehet végezni. Egyébként nálunk ennek a technikai feltételei egész normálisan, egész jól kiépültek. Ehhez tartozik még a Nádasdy vár összes intézménynek a lezárása. Ez volt a harmadik hullám lényegében, és hát a városban még egy nagyon fontos lépést tettünk meg, az, hogy a gyermekjátszótereket tegnap előtt lezártuk, ezért kérem is a sárváriakat, meg a fiatalokat, meg a gyerekeket, hogy ezeket a tereket ne használják, mert itt sajnos a fertőzésnek a veszélye ugyanúgy fönnáll, mint hogyha zárt térbe találkoznának. Ezt a néhány hetet, inkább azt gondolom egy-két hónapot, mindenkinek ki kell vallani otthon, próbáljanak meg valami alternatív játék és pihenési lehetőségeket kipróbálni. A Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő is a vendégfogadást ideiglenesen felfüggesztette március 17-től, ezzel tulajdonképpen valamennyi sárvári önkormányzati intézmény bezárta kapuit.
A házi orvosokat, fogorvosokat és a házi gyermekorvosokat csak sürgős esetben kereshetik fel a páciensek itt Sárváron is, a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, de előtte telefonon vagy e-mailben egyeztetni kell az orvosokkal. A sárvári orvosok elérhetőségeit megtalálják a sarvarvaros.hu weboldalon az infotárban. A Szent László kórházban már március eleje óta látogatási tilalom van érvényben. Ugyan csak egy szűkített működésre állt át a rendelőintézet, csak a sürgős eseteket és azokat is időpontra kérik, hogy teljesítsék, és hát a sürgős eseteknél nyilván az orvosok közül, aki aktívan részt tud venni, azok dolgoznak. Ezelőtt néhány perccel kaptam azt az információt, hogy a szombathelyi ügyelet a fogorvosi alapellátás tekintetében nem fogadja a sárvári betegeket, illetve azokat, akiknek hát rendkívüli problémájuk van. Egy körülbelül néhány nap, jövő hét közepéig, végéig megpróbáljuk beszerezni azokat az engedélyeket, amelynek alapján a sárvári központi fogorvosi ügyelet is a hétvégén, szombat és vasárnap néhány órára legalább kinyit, és egyetlen egy dolgot fognak elvégezni, kihúzzák valakinek a fogát. Tehát ha annyira eldurvult a helyzet, akkor az ügyeleten a fogeltávolítás meg tud történni. A sárvári közös önkormányzati hivatalban a személyes megjelenésen alapuló ügyfélfogadást az anyakönyvi és a hagyatéki ügyek kivételével március 17. napjától határozatlan időre felfüggesztették. Az anyakönyvi és a hagyatéki ügyekben kizárólag a 95-523-134-es telefonon előreegyeztetett időpontban van lehetőség személyes ügyfélfogadásra. A jövő hétfőtől csak nagyon sürgős esetekben, elhalaszthatatlan személyes ügyben lehet ügyiratot intézni. Hát nyilván a hagyatéki ügyek, elhalálozás, esetleg házasság kötés ügyében van ügyeleti rendszerünk. Ennek kétféle módozata van. Az egyik, hogy itt a főbejáratnál, a információs pultnál várnak valami igényt, illetve a főtér felől lesz egy kis ablakunk, ahol bizonyos ügyeket el fognak intézni, illetve írásbeli kérelmeket át fognak venni. A kormányablakokban és az okmányirodákban is személyesen, csak szükség esetén és csak időpontfoglalással, de inkább interneten lehet ügyeket intézni. A víz, villany, távhő és gázszolgáltatók, a kommunális hulladékgyűjtést végző szolgáltató mind áttértek az elektronikus ügyintézésre. A templomokban a szentmiséket és istentiszteleteket zárt ajtók mögött tartják. A veszélyhelyzetbe hozott intézkedésekről, a sárvári intézmények, közszolgáltatók működéséről a Sárvári Televízió Facebook oldalán és a sarvarvaros.hu weboldalon találnak naprakész információkat. Önnek is érdemes tudnia, hogy a koronavírus nagyon könnyen terjed. Ezért azzal tudjuk a legtöbbet tenni ellene, ha lelassítjuk. Ezt úgy érhetjük el, ha a találkozásaink számát minimálisra csökkentjük. Fontos, hogy kerüljék azokat a helyeket, ahol többen vannak. Ezért az éttermek, a kávézók és az üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva. Csak az élelmiszerüzletek, a drogériák és a patikák jelentenek kivételt. Tartsanak legalább 1 méteres távolságot más emberektől, de ha lehet, álljanak 2 méterre. Azt is kérjük, hogy a szűk családi találkozókon kívül minden más összejövetelt halasszanak el. Lehetőség szerint csak akkor hagyják el otthonaikat, ha élelmiszert vásárolnak, munkába mennek, vagy másoknak, így az időseknek segítenek. Szabadba, ha lehet, csak családtagjaikkal menjenek. Tudjuk, hogy ezek a döntések nem könnyűek és lemondással járnak. De meg kell hoznunk őket, különösen idős honfitársaink védelme érdekében. A felelősség mindannyiunké. Vigyázzunk egymásra. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A koronavírus járvány egyre jobban eléri hazánkat, és a legveszélyeztetettebbek az idősek, akiket folyamatosan arra kérnek, hogy maradjanak otthon. A sárvári önkormányzat a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársainak segítségével szervezi meg az idősek gyógyszereinek és alapélelmiszereinek hazaszállítását. Ha igénylik, akkor teljes körű ellátást kaphatnak a város idős lakói a központ munkatársaitól.
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központban az idősek nappali ellátása keretében a vírushelyzet miatt nem szerveznek csoportos foglalkozásokat, közös együttléteket bizonytalan ideig. Feladatuk azonban több lett, hiszen az önkormányzat a központ munkatársainak segítségével szervezte meg az idősek gyógyszereinek és alapélelmiszereinek hazaszállítását. Az idősek étkeztetése az egyik kiemelt feladatuk maradt. Az, ami nagyon-nagyon pozitív, az Elámen ZRT-vel a reggeli órákban beszéltem erről, hogy eztán nem ételhordós kiszállítás lesz, hanem mi dobozban kapjuk már a főzőkonyháról, és a tálalókonyhán minden idős ember kezébe dobozba adjuk oda az ételt, evel elkerüljük azt, hogy az ételhordót mosogatni kelljen, ez az ételhordó eldobható, és minden idős ember megkapja a kezébe azt az ételt, vagy kiszállítjuk, vagy esetlegesen idejön érte. Hát ez a mai nap az első, ezen az első napon még jöttek idős emberek, de lesznek olyanok, akik nem fognak többet ide jönni. Remélhetőleg tudomásul vették azt, hogy otthon kell maradni. A házi segítségnyújtás a megszokott rendszerint működik. A gondozónők azonban a vírushelyzet miatt védőruházatban látogatják az időseket. Nekünk vannak ágyban fekvő házi segítségnyújtásban gondozottjaink is. Az ő ellátásuk ugyanúgy folyik továbbra is. A saját otthonukban ugyanúgy fogunk nekik biztosítani a fizikális, mentális ellátást, az étkeztetésüket, tiszta ruhával való ellátásukat. Az, amit nagyon nyomatékosan megkértem kolléganőimet a mai reggeli tájékoztatón, hogy mindenki védőfelszerelést vegyen magára, gumikesztyűt, orszájkendőt, köpenyt és lábvédőt, és ezekkel tud bemenni az idős emberhez, amikor ott végzett, ezeket tegye bele egy erre a célra vásárolt zacskóba, és azt hozza ide, itt majd össze fogjuk gyűjteni, és megsemmisítésre fog kerülni ez. Az idős embereknek, aki nálunk eddig is bent volt a gondozásban, azt továbbra is fogjuk biztosítani az ellátásukat. A Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai az idősek gyógyszereinek és alapélelmiszereinek hazaszállítását szervezetten végzik. Hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig a 320-149-es vagy a 0630-997-0638-as telefonszámon jelezhetik az idősek, ha gyógyszereik, illetve alapélelmiszereik hazaszállítását kérik. Bögött Porpácon falugondnoki rendszer működik, ebben a dologban én nem kell, hogy nyilatkozzak, viszont Sitke községben a mi intézményünk biztosítja a házi segítségnyújtást. Tegnap délután beszéltem az ottani gondozónővel és polgármester úrral, egyeztettem, hogy a faluban szokásos módon a gondozónőnek a hivatali telefonját tegye közre, és a gondozónő aznak az idős embernek, aki nincs benne a házi segítségnyújtásban vagy az étkeztetésben, ugyanúgy elmegy az idős emberhez, és az idős ember felírja, hogy mit szeretne vásárolni, és ezt a kolléganő oda fogja neki szállítani. Ugyanígy az mi idős embereinknek a városban nyomatékosan szeretném azért arra felhívni a figyelmet, hogy ha felhívnak bennünket, megmondják a nevüket és a lakcímüket, az én erre kijelölt személy kolléganőm oda fog menni, átveszi a listát, pénzt kap ehhez, hogy ő be tudjon vásárolni, és ezt vagy délután, vagy másnap délelőtt vissza fogja szállítani. Ugyanez van a gyógyszernél is. Én mindenkitől nyomatékosan azt kérem, az idős emberektől főleg, hogy maradjanak otthon, ha tehetik. Ha tényleg nagyon-nagyon halaszthatatlan dolguk van, csak akkor menjenek el otthonról, vagy akkor érintkezzenek másik emberekkel. Hámoriné Németh Edit intézményvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus járvány idején sem pihennek a csalók. Ezúttal is főleg az időseket szemelték ki. A csalók és nyerészkedők különböző hamis ígéretekkel keresik meg főleg az időseket, és kéretlenül fertőtlenítőszereket, fertőtlenítő takarítást kínálnak, vagy éppen a bajba jutott unoka részére kérnek pénzt. Az időseknek Sárváron, a megadott telefonszámokon maguknak kell kérniük a segítséget, és csak ilyenkor mennek ki hozzájuk az igazolvánnyal rendelkező gondozónők.
A főutca második ütemének felújítása március 18-án aszfaltmarással kezdődött. A felújítása a szombathelyi úti vasúti átjárótól indult a belváros irányába. A Kossuth tértől a szombathelyi úti vasúti átjáróig terjedő szakasz felújítását a Strabag általános építő Kft. Végzi, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megbízásából. Sárvárváros önkormányzata közleményben tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a kivitelezés idején forgalomkorlátozásra, esetlegesen forgalomterelésre kerül sor. A forgalomkorlátozás keretében várhatóan félpályás útlezárásra lesz szükség, mely lassítja, nehezíti a közlekedést. Arra kérik az érintett útszakaszon közlekedőket, számoljanak a megnövekedett menetidővel, illetve ha módjukban áll, elsősorban a rendelkezésre álló kerülő, illetve terelő útvonalakat szíveskedjenek igénybe venni. A felújítási munkálatokat várhatóan június 30-áig fejezik be a szakemberek. Ez a nemzeti ünnep más volt, mint a korábbiak. Kevesebb kokárda, kevesebb ragyogó tekintet, kevesebb nemzeti színű zászló. A veszélyhelyzetben elmaradt a közös ünneplés, de a Sárvári Oratórikus Kórus műsora és dr. Márti Vadar alpolgármester emlékező beszéde ünnepi díszbe öltöztette március 15-ét, és az emberek szívét a televízió képernyőjén és a közösségi médián keresztül is. Világnak szívében, Kárpátok ölében, ott, ahol a sólyom messze száll. A koronavírus járvány miatt országszerte elmaradtak a tömegeket megmozgató ünnepségek, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából. Sárvár alpolgármestere és az oratórikus kórus azonban vállalta, hogy zárt ajtók mögött is lesz ünnepi beszéd és emlékező műsor, hogy a forradalom és szabadságharc üzenete ezekben a nehéz napokban is eljusson az emberekhez és erőt adjon. Ragyogó napsütésben, ünnepi díszbe öltöztetett színpadon a Sárvári Oratórikus Kórus mintegy 80 tagja, gyerekek és felnőttek idézték meg 48 szellemét versekkel, dalokkal és tánccal, Magyarnak lenni jó című műsorukkal, amelynek szerkesztője és rendezője dr. Szalainé Horváth Judit kórusvezető volt. Dr. Márti Vadar a televízió stúdiójában elmondott ünnepi beszédében felidézte a március 15-i eseményeket, és mint mondta, joggal tartjuk legnagyobb nemzeti ünnepünknek, mely nap mindenkorban a magyar szabadság szimbóluma maradt. Aztán rávilágított arra, hogy március 15-e a fiatalok érzelmi megmozdulása volt, a nemzeti egység ígérete. Felidézte a 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátumot, a szovjet megszállást is, amelyek mind-mind cselekvésre sarkalták a magyarokat. Mi magyarok sokat adtunk a világnak. Példamutatást, hitet, kiváló tudósokat, Nobel-díjasokat. És még fogunk is adni, mert Magyarország egy csodálatos ország. Gyönyörű helyen, egyedi kultúrával, fantasztikus emberekkel. Mert mindenki tud valamit adni a hazának. És tudunk adni egymásnak is. Nézzünk csak körül, mindenki a saját kis környezetében. Büszkék vagyunk hazánkra és hitünkre. Szeretjük Magyarországot, mert ez a mi földünk, a mi örökségünk. Boldog idők, biztonság, gyarapodás, munka, hit, egymás tanítása, a generációk közötti szakadékok eltüntetése, a magyar és benne a sárvári identitás építése, az élmény, a magyarok egymásra találásának élménye. Ezek legyenek céljaink. Mi magyarok nem azért vagyunk a világban, hogy elszenvedjük az életet és leéljük napjainkat, hanem azért vagyunk, hogy megéljük azt és értelmet adjunk neki. Itt az idő, cselekedjünk. Gondora István polgármester, dr. Márti Vadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek március 15-én délelőtt helyezték el az emlékezés koszorúit Petőfi Sándor szobránál és Széchenyi István emléktáblájánál. Koszorúzott még a nemzeti ünnepen a Fidesz Sárvári Szervezete, a Híd a Jövőnkért Egyesület és a Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete is, de a közös ünneplés a veszélyhelyzet miatt elmaradt. A Galéria Arcis Sárvári Kortárs kiállítóterében nyílt meg Vég Éva festő és zománc művész kiállítása.
A tárlat különlegessége a fém alapra égetett festékrétegből képet formáló tűzzománc technika. A tárlatot Kapa Melinda festőművész nyitotta meg. A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben bezárta a Nádasdy vár, de mikor újra kinyit, akkor megtekinthető lesz még a kiállítás, addig is gyönyörködjenek képernyőn keresztül az alkotásokban. A nőnapon nyílt tárlaton a női művészeké volt a főszerep. Az idei évben a Galéria Arcis kiállítóterében döntően női alkotók mutatkoznak be. Ezek sorában folytatódik a Hölgyek évada végév a festő és zománc művész tárlatával. Szólt köszöntőjében Kondor János galéria vezető. A kiállítást Kapa Merinda festőművész nyitotta meg. Végéva többféle technikát és többféle stílusban készült alkotását hozta el Sárvárra. Szerepelnek akrilfestékkel készült művek, amelynek témája a bezárt dorogi szénbányák világát idézi meg. A másik teremben a természet rendjéből vett motivumok alapján hasonló technikával készült festmények láthatóak. A harmadik téma a tűzzománc, amelynek különlegessége, hogy nem ötvös technikával, hanem a nagyméretű munkák készítését lehetővé tevő, a festői zománc technikával készültek, mondta műveiről a művésznő. Módszertanilag úgy tudnám megközelíteni, hogy miután engem itt nem ismernek Sárváron, egy olyan bemutatkozó anyaggal jöttem, amivel talán az egyéniségem is kicsit a felszínre kerül. És ez az anyag egy akrilanyag, ami mondhatnám azt, hogy akril, de nem igazán akril, mert vegyes technika, ami azt jelenti, hogy egy nagyon sokszor alapozott vászon felületére kerülnek fel a időnként akril anyaggal megfestett felületek, de miután én nagyon élvezem a technikai lehetőségeket, kihasználom, és igazából mondjuk azt, hogy montázsokat építek bele, ami talán izgalmasabbá, érdekesebbé teszi ezt a technikát. A megjelenő téma pedig ebben az esetben, amit itt ebben a teremben látunk, az a dorog szénmedencének a mondjuk azt, hogy elmúló, romló, pusztulásnak indult épületei, és azoknak az épületeknek a felülete, ami engem megragadott. Ezen keresztül próbálom meg bemutatni azt az embert, aki ott dolgozott, aki az életét adta ezért a témáért, ezért az anyagért, és miután megszűnt a bánya, vagy nyugdíjba ment, de volt olyan is, aki belehalt, belerokkant ebbe a szörnyű tragédiába. A másik terem valamivel vidámabb, tulajdonképpen az egy szintén akril technika, de, és valóban az is egy vegyes technika, de ott egy, mondjuk azt, hogy az általam a természetből vett motívumoknak a rendjéből adódik, és igazából egy belső tartalmat is képvisel. Talán a címekkel jelzem ezeket a belső tartalmakat, vagy utalok egy-egy motívummal annak a tartalomnak a megjelenítésére. A harmadik téma pedig, vagy inkább technika, az pedig az első teremben a tűzzománcoknak a jelenléte, és ezek a tűzzománcok egyrészt méretüket tekintve nem a megszokott, és nem is az ötvös technikához közelítő technikával készültek, hanem gyárban, Szatmárnémetiben, Salgótarjánban, vagy Kecskeméten, vagy Naszvadon, különböző helyszíneken, ahol nagyobb kemence áll rendelkezésre, és ebből adódóan ezek az acéllemezek több lehetőséget, úgymond a festői zománc technikát hivatottak megjeleníteni. Végéve a fotorealisztikus bánya vidékei és színes belső világát bemutató festményei március 31-ig láthatóak a Galéria Arcisban, a Sárvári Nádasdy várban. Az Autó Baumgartner Kft. Idén 25 éve várja a Renault és Dacia személygépkocsik iránt érdeklődőket.
Az egységes Renault szabvány szerint megújult szalonunkban a legmodernebb technikai eszközök és felkészült értékesítési tanácsadók közreműködésével választhatja ki az ön számára leginkább megfelelő modellt. Amennyiben megtalálta álmai autóját, akkor helyben hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel és minden új autóval kapcsolatos szolgáltatással állunk rendelkezésére. Szakértő kollégák segítségével minden modellünkhöz nagy választékban kínálunk tartozékokat, szezonális kiegészítőket. Szervizünkben a következő versenyképes szolgáltatásokkal várjuk. Renault és Dacia személy, valamint haszonjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartása, gépjármű villamossági javítás, motordiagnosztika, karosszéria javítás, fényezés, kárfelvétel ügyintézés. Amíg ön a szervizben autójára várakozik, addig igényesen kialakított kávézónkban vendégül látjuk egy kávéra frissítőre. Megérkezett a teljesen megújult Captur, mely különleges vonalvezetésével, új C-alakú full LED lámpáival, elegáns külsejével egyből magára vonja a figyelmet. Bővült a helykínálat, az autó 11 cm-rel hosszabb, mint elődje. Új innovatív technológiák kerültek az autóba, 9,3-szolos multimédia érintőképernyő, 10,25-szolos digitális műszeregység, sávtartórendszer, adaptív tempomat, táblafelismerő rendszer, aktív vészfékező rendszer. Szalonunkban most megtekintheti és ki is próbálhatja a megújult Captur-t. Várjuk az autó Baumgartner Renault márkakereskedésben, Szombathelyen, a Csaba utca 7-es szám alatt. Újabb döntetlent ért el hazai pályán a Sárvár FC, ami könnyen lehet, hogy egyben a szezon utolsó találkozója is volt. Elrajtolt a labdarúgó MB3 nyugati csapatjának tavaszi szezonja. A Sárvár FC két hazai mérkőzéssel indított, előbb a Hévíz, majd a Pápai Teruc csapatát fogadta. Mindkét alkalommal gól nélküli döntetlen eredmény született. Utóbbi találkozót már a koronavírus elterjedésének megelőzése érdekében a kormányrendelet és az MLS szabályzatai alapján zárt kapuk mögött nézők nélkül játszották le. Az első negyed órában a vendégek akarata érvényesült, aztán kezdtek kibontakozni a zöldfehérek, akik az első félidő hajrájában emberelőnybe is kerültek. A fordulás után hiába irányított Bojan Lazics együttese nem tudott a kapuba találni, így a Hévíz után a Pápával is 0-0-ás döntetlent játszott. Szerintem mások 20-15 perc kivéve jobbak voltak, mint mi, mert nem tudtuk megtalálni a összhang a pályával, mert nehéz játszani. Most az elején ilyen pályák vannak, ami nem nagyon a focira való, de másik fél időben főleg ellenbe fociztunk, labdabirtoklás nálunk volt helyzetek. Nem szoktam bírozni, nem is fogok bírozni, az akinek feladata, az leírta, beírta minden, úgyhogy én csak csodálkoztam egy párszor. Többször nem, de nem az én feladatom azokkal foglalkozni az emberekkel, akik feketebe vannak, vagy sárga. Úgyhogy mi dolgoztunk becsületesen, játékosok minden megtettek, amit kellett volna, váltottunk meg a taktika is, hogy többet voltunk a csatasorban, de meg is hiányzik egy gól, amit adta nekünk egy lökös fölfele, de mondom, nem vagyok elégedetlen, a legfontosabbak hozzáállása, neki nem volt semmi. Viszont ők arra játszottak, visszaálltak, bunker foci, mint a Hévíz múlt héten, úgyhogy nekünk nagyon nehéz volt betörni, de azért voltak helyzetek, voltak az ittszereket, nem rúgtunk be, viszont kiakadoztunk neki az a nagy bedobások, pontrugások szögletek, amit illet veszélyesek, az jó dolgoztunk. Mondom, nem tudok egy rosszat szával mondani egy játékosról sem, mert természetesen vannak a hibak mindig a játékban. De akarat volt, erősebb a csapatunk, sokkal erősebb, mint volt, bárki ellen tudunk játszani, meg ne legyen az, hogy most én megdicsérem nagyon sok a csapatom, 0-0 volt, kétszer nem rúgtunk gól, de az elértünk, hogy mindenki beáll védekezni ellenünk. Beállnak védekezni 16-osba, és akkor talán mindenki
leszorított minket a saját terfelünket, de most más a csoport sajnálom őket játékosom a legjobban, mert megtettek minden, sokat dolgoznak, és teszek minden a pályán. Hiányzik egy gól, dolgozni kell tovább. Mi biztos vagyok benne, hogy megjön az eredmény, mert jó csapatunk van, az biztos. A Sárvár FC jelenleg 4 győzelemmel, 8 döntetlennel és 7 vereséggel a tabella 13. helyét foglalja el. A bajnokság jelenleg határozatlan ideig szünetel, sőt, még az is lehet, hogy később úgy dönt az MLS, hogy a rendkívüli helyzet miatt véget vett a 2019-20-as idénynek. Kedves nézőink, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége a koronavírus megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében további intézkedésekig valamennyi a Magyar Kézilabda Szövetség és a megyei kézilabda szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat mérkőzéseit felfüggesztette, így a sárvári kinizsi esek kézilabdázóinak mérkőzéseit is. Ugyanez a helyzet a tekézőknél is. A Magyar Teke Szakági Szövetség döntése értelmében a Nemzeti Bajnokság minden osztályában felfüggesztésre kerültek a mérkőzések, így a sárvári kinizsi kégolyó sportegyesület tekézői sem folytatják egyelőre bajnoki versenyeiket. A Nemzeti Csapatbajnokság folytatásáról a későbbiekben határoznak. Műsorunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. Terjed a koronavírus hazánkban is. Március 16-ától elindult a tantermen kívüli digitális munkarend. Bezártak az óvodák és a bölcsöde. Felfüggesztette működését a Sárvár Aréna, a Nádasdi Kulturális Központ és a Sárvár Fürdő is. A Sárvári Önkormányzata a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársainak segítségével szervezi meg az idősek gyógyszereinek és alapélelmiszereinek hazaszállítását. A főutca második ütemének felújítása március 18-án aszfaltmarással kezdődött. A felújítás a szombathelyi úti vasúti átjárótól indult a belváros irányába. A veszélyhelyzetben elmaradt március 15-én a közös ünneplés, de a Sárvári Oratórikus Kórus műsora és dr. Márti Vadar alpolgármester emlékező beszéde ünnepi díszbe öltöztette ezt a napot. A Galéria Árci Sárvári Kortárs kiállító terében nyílt meg Vég Éva festő és zománc művész kiállítása, amely a veszélyhelyzet elmúltával is megtekinthető lesz még. Újabb döntetlent ért el a hazai pályán a Sárvár FC, amely könnyen lehet, hogy egyben a szezon utolsó találkozója is volt. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk március 21-i adását látták. Új közéleti magazin műsorral március 28-án jelentkezünk. A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben igyekszünk minél több aktuális információval ellátni önöket, ezért kövessenek bennünket a Facebookon és YouTube-on is. A viszontlátásra!